most indul a Sláger reggel. Sláger FM. És jó reggelt kívánunk, Pordán Petra. És Somogy Izoli, hogyan aludtál? 2 perc múlva, jó, most már fölébredtem. És a kávé ott van már melletted? Hát látod. Na, egy kávés vicces posztot kitettem a Sláger FM Facebook oldalára, és tessék megnézni. Jó reggelt. De itt is kezdünk közben. Még hozzá fél hét előtt 9 perccel a stúdióban Pordán Petrával. És Somogy Izolival, és nagyon jól esett ez a Britney Madonna. Na, örülök. Jó reggelt mindenkinek, reméljük fölráztuk önöket is egy picikét. Te most, hogy így ideértünk az első hétnek az utolsó napjához, reggelihez, mennyire érzed, hogy így sikerült visszalendülni a melóba? Semennyire. Tehát, hogy az van, hogy ugye már 15 évek leghajnalban, mert hogy azóta vagyok reggeli műsorvezető, de egyszerűen... Nem látszik ez most... Jaj, de szeretlek, köszönöm. De hogy egyszerűen annyira fáradt vagyok most, úgyhogy így nem is értem, hogy miért. Pedig pihentünk, a két ünnep között is volt 3 napunk, te hogy érzed magad? Annyira furcsa, mert... Én mindig, amikor elmegyek nyaralni, vagy telelni, akkor az utolsó 1-2 napban már úgy nagyon, nagyon hiányzik a mikrofon, igen, meg a keverőpult, meg úgy egyáltalán. Nagyon várom. Most remélem, hogy a főnökünk nem hallgat minket. Most valahogy nem éreztem azt, hogy hú, hát holnap már minden áron nekem, igen, meg kell szólalni egy rádióban. És ez egy picit megijesztett, és így csodálkoztam is, vagy vártam, hogy húha, vajon mi lesz. És annyira jó, ahogy elkezdtük egyébként hétfő reggel. Igen. Körülbelül 2 perccel később én annyira belelendültem, és hogy azóta így pezsgek, így jól érzem magam benne, úgyhogy abszolút rendben van. Ráadásul most ugye olyan furcsa, hogy reggel jöttem a héten, és akkor így nem tudtam magam, amit kezdeni délután, és nézd csak oda. Hát nem mondott komolyan, muffint sütöttél. Igen, mert megígértem, poénkodtam ezzel még. De várj, te tudsz muffint sütni? Hát látod. De ezt egyedül csináltad, ezt senki nem segített. Esküszöm, egyedül. Tehát anyukádat se hívtad fel, nem, hogy... Nem. Ezt... De ügyi vagy. Délután, amikor hazaértem otthon a lakás magányban, nekiálltam a mindenféle hozzávalók kikeverésével, sütőbe benéztem. De életed első sütése nem, volt? Nem, már csináltam muffint. És milyen ízű? Csokis, dupla csokis. Ó, ne! De. Figyelj, az újévi fogadalmam az, hogy nem eszem annyi édességet. Most tényleg ezt csinálod vele? Hát ebben muszáj enni. De majd most fogsz. Erről eszembe jutott valami. Képzeld el, 2 éve, az előbb Rolandnál pont emlegették Erdélyt, 2 éve Erdélyben voltam forgatni. De és vagy. És a sörgyárba mentem, egy kicsit ilyen feltérképeztük, hogy működik, mi a folyamatok, stb. És hát ugye ez egy pici falu szélén van, vagy egy kis település szélén, tehát hogy nem szállodában szállásoltak el minket, hanem jófej csapatommal, stábommal voltunk, 3-an, úgyhogy egy magánlakásnál szereztek nekünk szállást Terikénél, akivel már útközben ugye felvettük a kapcsolatot, hogy nagyjából mikor érünk majd oda, 2 éjszakát töltöttünk nála. És mentünk kifelé, és akkor első nap hívtuk, hogy hú, hát odaérünk nem sokára, de az igazság, hogy most hívtak a sörgyárból, hogyha odaértünk, azonnal menjünk, mert várnak minket babgulyással, meg csülökkel, meg ilyen, mi ez a kenyérbe töltött dagadó, vagy, tehát, hogy és mondta Terike, hogy de hát, hogy ő rántott hús, már be van készítve a hűtőbe, bepanírozta, és mondtuk, hogy Terike, ne süsse ki, mert biztos, hogy nem fogunk belül enni este 8-kor, miután a gyárban be babgulyásoztunk, meg nyilván megkínáltak minket egy kis itallal is. Másnap hajnalban keltünk, mentünk, forgattunk egész nap. Napközben lejelentkeztünk, hogy hát, hogy az az igazság, hogy megint meghívtak minket ebédre is, nagyon, tehát annyira, hát a helyiek nagyon vendégszeretőek, azért ezt nyilván sejteni lehet. Igen. Szóval mindenhova meghívtak minket, enni, inni, stb. Úgyhogy gyakorlatilag, mert odaértünk, hogy már így láttuk, hogy este hétre visszajönünk Terikéhez, hívtuk, hogy Terike, ma se süss ki a kirántott hús. Hát jó, jó. És akkor hazaértünk a 2. napon, ugyanez volt nagyjából, tehát forgattunk egész nap, elmentünk, ami tóhoz ott, búvárkodtunk, meg nagyon jó pofa dolgok történtek, és este, amikor hazaértünk, akkor így leültünk, hogy na, akkor figyeljetek, holnap, hát olyan hajnali 5, 5:30 körül indulunk el vissza Budapestre. És Terike ott ült, és mondja, hogy jó, hát akkor reggel készít majd valamilyen kis szendvicset nekünk, bundáskenyeret, meg teát, meg stb. És akkor csapat így rám nézett kétségbe esetten, hogy tényleg reggel viszont indulni kellett ide, és ránéztem Terike, és mondom, á, Terike, nagyon kedves, köszönjük szépen, de nem fogunk reggelizni. Rám nézett, de hogy nem. Figyelj, és hogy... Ez jutott eszedbe arról, hogy ennem kell a muffinból jó rendben. Szóval a hangsúly mellett mindenhez egy olyan tekintet, egy olyan nézés párosult Terike, hogy figyelj, reggel 5-kor ott sorakoztunk a konyhájában, mindenki ilyet ivott. Nem volt appelláta. Jó, eszem szóval... majd a muffinból. Na, igen. Megbeszéltük, jó? Igen. Mehetünk tovább. Igen. Szóval, és aztán ugye eltelt ez az egész hét, visszatérve a kérdésed elejére, tehát, hogy szerettem, nagyon jó, kellemes. Én is szerettem, hogy itt vagy velem. Meg még ma még egyelőre 10-ig maradunk is, úgyhogy tessék velünk tartani, mert rengeteg izgalmas dologgal készülünk, majd mindjárt soroljuk, hogy mi mindennel. Bizony. Képzeljük, még asztrológust is hívunk, hogy megfejtsük, hogy ez az év, ez végre olyan lesz, amilyennek szeretnénk. Sláger reggel. Pordán Petrával és Somogyi Zoltánnal, jó reggelt!
Nagyon sok izgalmas témával készülünk a mai napra, és bővül a Sláger FM csapata is, úgyhogy 9 óra után vendégek nem is érkeznek. Azt akartam, hogy legyen meglepetés. Nem mondom el, hogy kik, majd kiderül egy kicsit később. De már ezzel is elárultunk valamit, hogy valaki k. Tehát, hogy többen? Igen. Többen vannak. Bizony. Egy olyan... Nem, majd elmondjuk. Jó, aztán ugye jön majd az asztrológusunk is, még ma reggel, akivel tényleg végigvesszük lehetőség szerint, szerintem minden csillagjegyre kérdezzünk rá. És egyébként, ha már a meglepetéseknél tartunk, van számodra egy meglepetésed ezzel kapcsolatban. Tényleg? Aha. Jézus Mária. Te mennyire hiszel egyébként ebben az asztrológia dologban? Én hiszek, mert az asztrológia az egy tudomány. Tehát az, amikor mondjuk az újságban van egy-két ilyen kis csillagjegy, azt annyira nem olvasom el, de hogyha mondjuk komoly asztrológusokkal van lehetőségem beszélgetni, azt én szeretem. Én azt látom, hogy főleg most ugye a tavalyi év az emberek egyrészt nyitottabb lett, igen, másrészt még aki full racionálisan gondolkodik, szerintem az is úgy van vele, hogy keresi a kapaszkodót, nem? Tehát, hogy most így az elmúlt hónapok után, sőt, hát még mindig benne vagyunk, az ember már bármibe belefogóckodik, ami valami legyen, reményt megcsillant. Úgyhogy ezért is gondoltuk azt, hogy majd Székelyhidi Ágit bekérdezzük. Ő egyébként nem csak asztrológiával, hanem azt hiszem, hogy számmisztikával, tehát numerológiával is foglalkozik. Úgyhogy figyelj, várom. Én is várom. Lenne már 8 óra. Na, de addig is van egy csomó dolgunk még. Így van, pontosan, hiszen kiderítjük majd a hírek után, hogy tényleg varjú invázió van-e Budapesten, mert sokan emiatt aggódnak. Nem tudom, tegnap néztem egy filmet, varjak voltak benne, aztán meg néhány hullad. De a varjak egyébként nagyon okosak. Mondják. Igen, de látod is, hogyha megnézel néhány videót, egészen elképesztő, hogy olyan dolgokra képesek, mint mondjuk a kutyák vagy a cicák. Én nem szereted a varjakat? Nem azt akartam mondani. Én szoktam hozzájuk beszélni. Az gáz. Tehát megállok autóval a piros lámpánál, letekerem az ablakot, és ott akkor így ugrál. És mit mondasz neki? Azt nem mondom meg. Szégyenlős vagyok. Épp elég hülyét csinálok magamból, az, hogy bevallom, hogy valahogy hozzájuk szólok, de hát ki nem? De egyébként ez tök normális. Múltkor olvastam egy cikket, hogy az, hogy az ember beszélget az állatokkal, vagy nem beszélget, beszél hozzájuk, ez egyébként teljesen helyén való. Jó, ja, az teljesen helyén való, de hogy varjakkal, ezt még így nekem, mert én a hörcsögömmel beszélgetek, de hát ő ott él velünk, de a varjakkal... Hidd el, neki nem tudsz újat mondani. Ez igaz. Igen, ez na, igaz. De hogy nézzük, hogy miben tudunk viszont újat mondani. Itt jönnek a friss hírek, hiszen fél hét múlt 2 perccel. Ez a Sláger reggel. Jó reggelt kívánunk, ez a Sláger reggel Pordán Petrával. És a Magy Izolival. És 3:47 lesz már 5 perc múlva. Állítólag varjú invázió van Budapesten, ezt a hírt találtuk. Igen, legalábbis aggódtak emiatt, és éppen ezért utána jártunk mi is, meg egy netes lap, hogy tényleg igaz-e. Hát nincs varjú invázió, viszont az igaz, hogy azt te tudtad, hogy 1 millió varjú is él itt nálunk Budapesten? Ilyenkor telente? Mert hogy egy csomó helyről... Nem mondták, amikor beszélgettem. Nem kérdeztem még meg, hogy hányan vannak. Nem kérdeztem, hogy hányan érkeztek, mert hogy nagyon sokan Fehér Oroszországból és Oroszországból jönnek ide hozzánk. És nem a Spájzban vannak? Nem, lökött, és azért, mert hogy nálunk sokkal enyhébb a tél. És akkor itt tök jól áll vannak a városban. 1 millió példány. Azt mondják az ornitológusok, a hozzáértők, hogy nincs is több varjú, mint a korábbi években. Igen. Tehát, hogy ez csak így valamiféle, nem tudom, optikai csalódás lehet? Vagy a legnagyobb számban egyébként a vetési varjak fordulnak elő a városban, és ez az, amit Petra is mondta, hogy ez nem a saját madárállományunk, hanem jönnek-mennek. Egyébként itthon is volt nagyon sok, csak valamikor azt mondták, hogy az 50-es évektől kezdődően folyamatosan csökkent a számuk. Én nem tudom, gondolom, hogy ez valószínűleg a mezőgazdasággal lehet függésben. Mondják, hogy nagyon sok ilyen rákcsáló is, hogy régen sokkal-sokkal több volt, csak hogy egyszerűen a természetes élőhelyük az nagyon megváltozott. Igen. Persze, hogy régen is művelték ugye a földet, csak még egészen más technológiával is. Ugye ez az 50-es évek, ez pont az, amikor már elkezdődött egyre intenzívebben nyilván a gépiesítés, és ebből kifolyólag egyszer olvastam valami könyvben, hogy teljesen más lett a talajszerkezet például, meg ugye sokkal nagyobb területeket művelnek, meg egészen másként művelik. Így meg van. Jött a műtrágya, meg a nem tudom mi, szóval nem tudom, biztos valami ilyen boka lehet. Hú, bocsánat, elgondolkodtam picit. Ja, semmi gond, hogyha esetleg szeretik a varjakat, mint ahogy Zoli is, és szeretnének velük beszélgetni, akkor az új köztemetőt tudnám javasolni, mert hogy ott akár 1 millióan is összegyűlnek, illetve a Hajógyári sziget, még az a másik nagyon nagy kedvenc helyük. Hát attól függ, hogy ki milyen hangulatban van, mert a köztemetőben az olyan horrorisztikus hangulat azért, nem? Hogy emlékszel, erről most nekem megint a filmek ugranak be. Tehát ott látunk ilyet, hogy az Omenben vagy én nem is tudom. Nekem hol, meg Edgar Allan Poe jut eszembe, mert ő volt abszolút. Ja, hát... Tehát nekem az ő írásai pont ide illenek, hogyha mondjuk
mondjuk elmennék varjakat nézni. Tudom, kicsit furcsa, meg szürreális, de hogy az ő hangulata az ugye eszembe jutna. De az az érdekes, én gyerekkoromban féltem a temetőktől, viszont a varjakat imádom, mert nagyon intelligens állatok. És lehet, hogy fogom magam is egyszer, jó, nem egyedül, hanem mondjuk valakit segítségül hívva elmegyek és megnézem őket, mert azért ez gyönyörű, jó, lehet, hogy ott van olyan sok madár. Na de várjál, azzal azért mindenképpen számoljál, hogy jellemzően éjszakára térnek vissza a köztemetőbe, mert hogy napközben viszont ugye elmennek élelmet keresni. Azt mondják egyébként, hogy állítólag ilyen 20-30 kilométerre is elrepülnek akár. Így hát, napközben. Tehát ide-oda, ők tényleg ingáznak. Tehát, igen. Budapest és az agglomeráció között. Na, ja. Meséld el, Léci, hogy miről szoktál velük beszélgetni? Csak egy, vagy felteszel egy kérdést? Hát, vagy hogy megkérdezed, hogy hogy vagy, kérdést. Vagy hogy? De mi? Nem, de várj, el akarom képzelni. Lehúzod az ablakot, igen? Petra, te miről beszélgetsz egy állattal? A hőrinkkel? Például arról, hogy... Nem, hogyha kint, tehát elmész, elindulsz mondjuk vidékre, és ott egy ló, akkor neki mit mondasz? Mi az semmit. Első, amit... Nem mondasz, hogy szia, gyere ide, például, nem, vagy valami? Nem. Aj, de barátságtalan vagy. Nem, én barátságos vagyok, csak én mindig azokkal az állatokkal beszélgetek, akiket már ismerek. Tehát, hogy így idegen... Én ismerek én is egy pár állatot, velük például nem szívesen. De egyébként a varjakban azt nagyon bírom, például nálunk, ott a Népfürdő utcában, tökre bírom, amikor kipakolják a kukát, igen. És akkor kiszedik belőle azt, ami nekik tetszik. És hát van az FKF emberei hogy bírhatják ezt, amikor mennek, nem, hogy elvigyék a kukából a szemetet? Akkurátusan. Tehát egyszer végignéztem, ahogy ilyen nagyon szépen csinálja meg azt, hogy megnézi, hogy mi az, ami tetszik neki, és nem minden tetszik ám neki. Uh-huh. Mert hogy ők ugye azért tudjuk, hogy nagyon intelligensek. Tehát például simán fel tudják törni úgy a diót, hogy mondjuk a már több ilyen videófelvételt láttam a neten, hogy direkt kidobják az útra, hogy majd az autó törje meg, ő meg szépen visszasétál, és akkor felszedegeti, ami neki kell abból. Hihetetlen. Abból is látszik, milyen okos állat, hogy kerüli az embert, amennyire egyébként lehet. Tehát, igen. Hogy múltkor, várjál, fönt a várban sétáltunk így ismerősökkel, és ott volt, hogy ott ugrált így a várfalon. Aha. A kövön. És, de ő is, tehát bocs, de azért haverkodott ő is. Tehát ott hát álltunk, és akkor téged. Fölmérte, hogy nem volt nyilván nagy tömeg, és amikor úgy látta, hogy most oké, akkor elkezdett ugrándozni kicsit közelebb, akkor így forgatta a fejét, tudod, így balra-jobbra, úgy megnézett, és akkor, hogyha egy finoman tett egy lépést, akkor még kivárt, aztán megint, és ezzel egyébként ez egy baromi jó ilyen, nem is tudom, türelemjáték, igen. Hogy kicsit közelebb lépsz, hát mint a kis herceg ugye igen, a rókával, igen, egy kicsit igen. Közelebb lépsz, akkor igen. Ő hátrébb ugrott kettőt, de aztán megint előrébb ugrott egyet, szóval szerintem ez nagyon szórakoztató, de lehet, hogy vele van baj. Nem, bizonyos esetekben. Kérdezzük meg, hát ha hallgatóinkkal is van baj, ha varjas élményük van, akkor írják meg nekünk 0-30-30-30-95-8, de természetesen használhatják a Sláger FM Facebook oldalát is. Ez a Sláger reggel. 7 óra előtt 7 perccel a stúdióban Pordán Petrával. És Somogyi Zolival. Jó reggelt. És a varjakkal, amik állítólag ellepték Budapestet, de közben elmondtuk, hogy nem lepték el, nincsenek többen, mint eddig voltak. Viszont varjas élménye Tominak is van, Fagyis Tominak is. Szia, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok! Szevasz. Honnan telefonálsz, Tomi? Budapestről. És mi a te varjas élményed? Hát több van, képzeljétek el, hogy egyszer a Margit szigeten sétáltam a feleségem és a kutyusokkal, és hogy előre haladtam, mindig azt vettem észre, a legelején nem figyeltem oda, de mindig egy ilyen diódarab, ugye pont így előttem esett le, valahol így a magasból. És akkor léptem megint kettőt, eltelt egy perc, akkor megint az volt, hogy ugyanaz a darab, úgy előttem, úgy pont úgy elém esett. És akkor harmadszor, negyedszerre megyünk tovább, és akkor láttam, hogy valahogy hogy követ minket, és azt akart, hogy azért dobta elém, hogy én rálépjek. Jaj, de pont azért cuki. Nem léptem rá, hogy összetörjem neki. Ez tél volt, nagyon hó is volt, emlékszem, és hideg is volt, és szegény biztos nagyon éhes. De várj, de aztán föltörted neki végül? Feltört, pontos, akkor úgy oda rohant, és fölkapta, és el. És képzeltek el, hogy egyszer meg az történt, hogy itt a kertben, így kora nyár volt, és hallottunk, hogy egy varjú, így ilyen sírás erősség, és nem értettünk, hogy mi van, és ez pont itt az erkélyünk alatt van, itt egy nagy fenyő van, és figyeltem, hogy egy kis fioka volt itt a fenyő alatt, és akkor agyaltunk, hogy most mit csináljunk, ugye, mert nem tudott repülni, a szülők valahol följebb voltak, de nem jöttek le, és nem kapták föl, meg nem törötték vele. Akkor a feleségemmel nyomoztunk, igazándiból nyomozott, és találtunk egy srácot, aki képzeltek el, Pesten él, és pont varjukkal foglalkozik, akik ilyen kis varjú fiokákkal. És hozzá mentünk, és képzeltek el egy ilyen nagyon sötét alaksorban, pontosan a feleségemen belső mesélte, semmi fény, semmi ablak, a srác nagyon szegény is volt, de képzeltek el, hogy úgy gondoskodott így a varjukról, hogy volt legalább 10-15 kis fiokák,
És ott hagytuk neki, támogattunk egy kis pénzzel is, aha, és képzeljétek el, hogy utána kaptunk infokat, hogy, és képeket is, hogy egyre jaj, nagyobb, és hogy fejlődik, és utána szabadon engedte. Jaj, és de jó. Tehát van egy olyan ember, aki varjakkal foglalkozik? Varjakkal foglalkozik, és csak is rájuk van specializódva, és tényleg nagyon, nagyon ügyesen csinálta. Tudjátok? Úgyhogy... A varjú suttogó. Igen. Nagyon köszi, Tomi, puszi. Köszönöm nektek, Szia, köszönjük szépen. Csáv, azért óvatosan. Ki tudja, mi történhet még? És most indul a Sláger reggel. Sláger FM. Jó reggelt kívánunk itt a Sláger reggel. 7 óra múlt 10 perccel a stúdióban Pordán Petra. És Somogyi Zoli. És nem sokára arról beszélgetünk, hogy vajon miért blitzelek, oly sokan, egészen elképesztő adatokat kaptunk. Hamarosan jövünk a részletekkel. Itt a 95.8 Sláger FM-en, 4-8 előtt 3 perccel. Jó reggelt, szia, Pordán Petra! Szervus, Somogyi Zoli! Egészen elképesztő adatot találtunk arról, hogy 5-ször annyian blitzelnek Budapesten, mint Bécsben. Azért ez nagyon-nagyon nagy számnak tűnik nekem, az 5-szöröse. Igen. Nem? Tehát, hogy azért ez elgondolkodtató kicsit, hogy a bécsiek vajon miért blitzelnek kevésbé? Nem tudom, itt ha osztunk-szorzunk, lehet, hogy ebben az is benne van, pedzegetik különböző cikkekben meg oldalakon, hogy ott például jóval magasabbak a büntetési tételek. Igen. De én egyébként nem hiszem, hogy azért blitzelnek kevesebben, hanem nem tudom, tehát ez... Máshogy gondolkodnak, szerintem? Ezt próbálom, mert igen, keresem az analógiát, hogy ez ugyanolyan, mint hogy valahogy kevesebben szemetelnek Bécsben. Tehát, ha odamész, akkor azt látod, hogy ott nincs, amiről ugye beszélgettünk itt most valamelyik nap, tehát ott nincs a szemetes mellé dobva a szemét, meg nincs a fűbe, meg a parkban, hanem nem tudom, más. Tehát, hogy szerintem ezt így fejben kell talán rendbe tenni. Ami egyébként érdekes, hogy a párizsiak viszont pont ugyanolyanok, mint mi budapestiek, tehát ugye az utasok mindegy 10%-a blitzel ugyanúgy, úgyhogy hát a bécsiek a legbecsületesebbek, aztán jönnek a hamburgiak, a frankfurtiak, aztán a párizsiak, meg mi, hát mi nem vagyunk annyira. Figyelj, én nagyon sokat tömegközlekedem, tehát ezt tudom, mindig van bérletem. Volt olyan középiskolás koromban, amikor egyszer nem vettem jegyet, rá is faragtam. És mert hogy gondoltam arra, hogy jó, hát csak 2 megállót megyek, most erre lejárt a bérletem, nem volt, mondom, mindegy, most azért nem rohangálok. Na, meg is büntettek. És én olyan jó, mint a kis angyal olyan vagyok azóta, mert annyira szégyeltem magam. Tehát én azt nem értem, hogyha valakit megbüntetnek egyszer, akkor hogy lehet az, hogy mondjuk notórius. Igen, vannak olyanok, akik remitens módon. És aki azt mondja, hogy már pedig én most megmutatom, hogy én hogy tudok blitzelni. Tehát ezt a felfogást pedig azért nem értem, mert amikor meg a következő körben problémázunk azon, hogy néz ki a, nem tudom, a különböző járatok milyenek, és hogy miért nem új szerelvények vannak, akkor valószínűleg az is hozzájárul ahhoz, mert hogy nem vesszük meg a megfelelő bérletet, meg jegyet. Igen, meg nem tehát tudom, hogy nincs bevételből, ugye ezt fönntartsák. Így van. Most egyébként is halljuk itt, hogy az önkormányzatoknál, mert ugye az önkormányzat működteti ezeket a társaságokat, hogy most nyilván kevesebb lesz a még kevesebb a rendelkezésre álló összeg. Most az jutott eszembe, hogy mondtad, hogy gimnazista korom nekem is volt, hogy általában ugye meg volt a bérletem, hiszen naponta ingáztam, volt, hogy mit tudom én, elfelejtettem akkor megvenni, de volt olyan, hogy mit tudom én, de hát ez még a 90-es évek közepe, hogy valami nem tetszett, nem tudom, valami fölhúztam magam, nem jött, kimaradt a jel, akármi, valami baj volt, és így az asztalra csaptam, hogy most nem veszek most jegyet, mert most megbüntetem őket, ők megbüntettek, én most megbüntetem őket, ezért nem veszem meg a jegyet, mert hogy miféle szolgáltatás ez, de akkor érted, mit tudom én, lázadó tizenéves voltam, és hogy azóta én ezt így kinőttem, tehát persze, hogy én is azt gondolom, hogy ha igénybe veszek egy szolgáltatást, mondok egy nagyon durva hasonlatot, ha bemegyek a boltba, nem hozom ki a csokit a zsebemben, hanem fizetni kell érte, tehát hogy a szolgáltatás, az ugyanaz, sokan szoktak különbséget tenni a szolgáltatás meg a tárgyak között. A szolgáltatás az pont ugyanúgy díjkötés, és most itt nem csak a közlekedésről beszélünk, hanem bármi nemű szolgáltatás, az ugyanúgy pénzbe kerül, mint egy tárgy, vagy mint az étel, vagy mint sok minden más. Ezért örülök annak, hogy a metróknál már ott vannak az ellenőrök, mert itt teljesen más a közönség, aki metrón utazik, mint mondjuk az egyes villamoson. Tehát, mert már amikor ott van, de volt egy időszak, amikor rendszeresen ott voltak. Én viszonylag ritkábban, most megint vannak. Igen, és én ennek tényleg azért örülök, mert teljesen más emberek utaznak azzal, és én sokkal jobban szeretek metrózni, mint amikor mész egy olyan villamoson, ahol nincsen, mert az ellenőrök is félnek azoktól, akik ott mászkálnak. Tehát az is azért döbbenetes, hogy ott milyen alakokkal lehet találkozni. Hát lehet, hogy nem véletlen, ugye, amikor az ellenőrök mellé kirendelték a, nem is tudom, közterület felügyelet, nem, hanem a rendészeti igazgatóságtól, tehát hogy ott kísérik őket és vigyáznak rá, ami megint egyébként elgondolkodható, meg valahol szomorú, hogy erre van szükség. Hogy... Az első üzenet, ami érkezik Korsitól, szia Petra, nekem volt olyan ismerősöm, aki csak lógott. Ha elkapták, azt mondta, a BKK tartozik neki. Mivel?
Hogy? Érdekes. Mi van? Figyelj! Fölhívjuk mindjárt Borsi Dávidot, jó, a BKK szóvivőjét, és egy kicsit kikérdezzük erről, hogy mondjuk milyen okokkal indokolják az emberek. Na, akik például rendszeresen, igen, így vannak ezzel, igen, jó? Erre kíváncsi. Jó. Ez a Sláger reggel. Jó reggelt, 7 óra 20 perc a stúdióban Pordán Petra. És Somogyi Zoli. És ahogy ígértük, Borsi Dávid a vonalban a BKK szóvivője. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Ti mit szóltatok, vagy mit szóltok ehhez a hírhez, hogy nagyjából ötször annyi blitzelünk van itt Budapesten, mint például Bécsben? Hát alapvetően az a cikkben nem igazán derül ki, vagy ebből a kutatásból, hogy mire alapozzák ezeket a számokat, aha, mert ezt pozitívba is fordíthatjuk, hogyha mondjuk a poddi kiszabások alapján jöttek ki ezek az adatok, akkor elmondhatjuk, hogy hát azért ennyivel magasabb ez a szám, mert hogy a mi kollégáink azok sokkal aktívabban dolgoznak. Igen. Innen is meg lehet közelíteni. Ezen mi nevetünk, sokan azt mondják el, hogy hát nem mondom, hogy mire gondolok most valószínűleg néhányan. Nyilván, de hogyha a viccet félretesszük, akkor alapvetően én úgy gondolom, hogy van egyfajta finoman fogalmat a kulturális különbség a két ország között. Én értem Ausztriában a főiskolai időszakomban, és ott fel sem merül az emberekben az a gondolat, hogy ők mondjuk egy szolgáltatásért ne fizessenek. És alapvetően szerintem a jelentős különbség az ebből következik, hogy ugye a szürke állomány az nagyon erős Magyarországon, számos fantasztikus találmány fűződik magyar tudósok nevéhez, de ez a szürke állomány olykor megmutatkozik a trükkösségben is, és hát ezt szeretik alkalmazni az élet különböző területein. Most szerintem a magyarok jelentően. Nyilván te is sejted, hogy erre nagyon sokan, vagy többen, hát azt mondják a rádió mellett, hogy fene a jó dolgot, persze könnyen beszélsz te, akkor te biztos jó módú vagy, mert Bécsben éltél jó ideig, és nyilván sokan azt mondják, hogy valószínűleg ennek anyagi okai lehetnek, hogy ilyen sokan blitzelnek mondjuk Budapesten. Én meg azt gondolom, hogy ha anyagi okai lennének, akkor például nem lennénk Párizsal egy szinten ebben, igen, a kérdésben, mert hogy viszont a cikk arra is kitér, vagy ezek a cikkek, hogy Párizsban nagyjából ugyanannyian blitzelek, mint Budapesten, tehát akkor mégsem anyagi oka van, hanem ez a felfogás lehet, ahogy te is mondod. Így van, pontosan, tehát Ausztriában nincs az a fajta összekacsintós blitzelés, mint ami itthon Magyarországon jellemző, és ez mindenre igaz, tehát ott az emberek a városban 50-nel mennek, már 52-vel sem. Átengednek a zebrán, amikor ott állsz. Eszünkbe nem jut a boltból ellopni valamit, tehát teljesen más a gondolkodás. Vagy ha ilyesmi megtörténik, vagy nem enged át a zebrán, akkor utána azt mondja, hogy a fenébe, olyan kellemetlenül érzem magam. Nálunk meg most erre sokkal azt mondjuk, miért kéne átengedni a zebrán. Tehát, hogy legalább nekem ez fura egy kicsit, vagy ez fáj néha, hogy én ha kritikát kapok, akkor azon, mármint építő, tehát most nem a szidalmakra gondolok, akkor azon az ember ugye elgondolkodik, igen, morfondírozik egy picit magában, és hogy nálunk valahogy ennek nem látom még a divatját, hogy amikor például most egy ilyen jelenségről beszélünk, akkor ne, hát kimondom, ne anyázni kezdjenek el sokan, hogy na, már jött ilyen SMS, hogy engem most biztos lefizetett a BKK, vagy a BKK, hogy ezzel a témával foglalkozunk, pedig nem, hanem ez egy aktuális, érdekes téma, én meg rádiós vagyok, tehát azért foglalkozom ezzel, de hogy egyáltalán elgondolkodjunk ezen. Szerinted hogyan lehetne a fejekben rendet tenni? Mert nyilván itt a szemléleten kell akkor változtatni. Így van, pontosan, tehát igazából azt fontos figyelembe venni, amikor az ember felszáll a BKK-nak valamelyik járművére, hogy egy szolgáltatást vesz igénybe. Aminek éves szinten sok milliárd költsége van, tehát közel 200 milliárd forint költsége van ennek, csak hogy így érezzék a súlyát a hallgatók. És ennek jelentős része adódik össze a jegyárbevételből. Hogyha az utasok többsége nem váltana jegyet, akkor egy idő után ellehetetlenülne a szolgáltatás, amire nyilván senki nem vágyik. Mm. Tehát alapvetően, ha már összegségről beszélünk, ugye Bécsben például egy éves bérlet az több mint 130 ezer forint, Budapesten ugyanezt megkapják az ügyfeleink 100 ezer forintért, de ezt lebonthatjuk havi szintre is, tehát hogyha valaki havi bérletet választ, 10 ezer forintért utazhat több mint 1000 járművön, több ezer kilométernyi járatszakaszon. Ez nagyjából egy fél tanknyi üzemanyag. Dávid, egy kérdés. Mi a legdurvább indok, amit hallottatok, vagy kaptatok, vagy kaptak a ti ellenőreitek, hogy miért nem vett valaki mondjuk jegyet vagy bérletet? Vagy van-e ilyen gyűjteményetek, amiben tényleg olyan kifogások vannak, hogy már nektek is égnek áll a hajatok?
Bevallom, ilyen gyűjteményünk nincsen. De kár! Most, hogy rákérdeztetek, ennek utána fogunk járni, mert biztos nagyon jó sztorikat tudnának mesélni a kollégáink. De történettől függetlenül, ez fontos kihangsúlyozni, és több esetben éri kritika például a mi kollégáinkat emiatt, nem tudjuk figyelembe venni ezeket a történeteket. Aha. Tehát teljesen mindegy, hogy jaj, kint hagytam a pénztárcámat a konyhapulton, hú, pont most akartam megvenni, hú, a kislányom vagy nem tudom, a kutyám megette a bérletemet, tehát hogy bármilyen indokkal jönnek az ügyfelünk, nem tudjuk elfogadni ezt, hiszen feltétele az utazás megkezdésnek az, hogy az illető rendelkezzen érvényes termékkel. Úgyhogy nem tudnak mérlegelni a kollégáink, erre nincsen lehetőség, és éppen ezért mindenkit arra biztatunk, hogy mielőtt útnak indul, ellenőrizze, hogy nála van-e a bérlet, vagy megvásárolta-e a jegyet. Azt meg tudod-e mondani, hogy mi a legnagyobb összeg, amit eddig valaki egy személyben összegyűjtött büntetésként? Igen, volt egy olyan ügyfél 2019-ben, akit 48-szor pótdíjaztunk összesen. Egy év leforgása alatt, vagy... Igen. Egy év leforgása alatt, hát közel 2 millió forintnyi pótdíjat gyűjtött össze összesen egy év alatt, úgyhogy... Bocsánat, ez nagyjából, hogyha megvette volna az aktuális jegyeket, vagy nem tudom, életet, akkor ez mindez mennyiből került volna, ha legális úton, igen. És nem büntetni kell őt? Hát ezt inkább megfordítom, szerinte. Tehát igen. Ebből az összegből ez az illető 20 éven keresztül használhatta volna a BKK járatait. Aha. Nagyon köszönjük, hogy beszélhettünk veled, és nagyon szép napot kívánunk, Dávid. Köszönöm szépen nektek. Szia, is. Szervusz, jó munkát. Ha van esetleg notorius blitzelő a hallgatóink között, akkor nyugodtan írja meg nekünk, hogy miért csinálja ezt. Hát, ha az ő lelkületét is megértjük. Ez a Sláger reggel. 3-4-8 előtt 2 perccel Pordán Petrával, Somogyi Zoltánnal és némi indulattal, ahogy így azért olvasgatjuk az üzeneteket, de próbáljuk állni a sarat, mert hogy tulajdonképpen ezt egyfajta ilyen közös gondolkodásnak szántuk igen, most, tehát hogy nem ítélkezni akarunk természetesen. Na, nézzük. Mert hogy arról beszélgettünk, hogy 5-ször annyian blitzelnek Budapesten, mint Bécsben, hogyha esetleg valaki csak most csatlakozott volna fel. Azt írja egy hallgatónk, jó reggelt, sziasztok, én tinédzser koromban rengeteget blitzeltem, de nem jó kedvemből, hanem azért, mert tulajdonképpen egyedül nőttem fel, így nem volt pénzem bérletet venni. Felhalmoztam tartozást, amit évekkel később végrehajtó által rendeztem, szóval mindenkinek azt tanácsolom, hogy vegyen jegyet, ne szórakozzon, úgyis megtalálják. Igen, azért az anyagi része az itt egészen más. Tehát azért a bécsi sorra, fizetések mások, igen. Mint az itteni fizetések. Jött is több ilyen üzenet, itt van például valaki írja, őt föl is hívtuk, de mondta, hogy hát inkább nem szeretne megnyilatkozni, mint hogy mármint szóban meg hanggal, mert hogy villamosvezetőként dolgozik jó néhány éve. Azt írja neki az a tapasztalata, hogy a jobb módú emberek, azok, akik megtehetik, azok igenis megveszik a jegyeket és a bérleteket. Viszont, mint írja ő is, a keresetekkel van a probléma, ami azért valljuk be, Bécsben a többszöröse a mieinknek. Ha mindenki keresne annyit, hogy el tudja tartani magát, és nem kellene választani a jegy és az élelmiszer között, akkor szerintem a többség megvenni. És már itt egy másik nagyon-nagyon hasonló, ahol azt írja valaki, hogy alapvetően itt nem az emberek fejében van a baj, hanem az árakkal. Azok, akik használják leginkább a BKV-t, azoknak a legnehezebb megfizetni. Mint írja, ő például egyetemi végzettségű egészségügyi dolgozó, 200 000 forintot keres havonta, és ahhoz, hogy magának és a gyermekeinek megvegye havonta a bérletet, több, mint a havi fizetése 10%-át el kell, hogy költse. A másik pedig, ugyanez a hölgy vagy úr írja még, hogy Bécsben egy jeggyel 1,5 órát lehet utazni, tehát nem vonalra szól a jegy. Ez is igaz, meg Párizsban is például ott ugye veszel egy jegyet, és az nem tudom hányszor át lehet szállni, tehát hogy más a rendszer. Igen. Igen, tehát ebben van valami, most nekem az jutott eszembe, hogy erre most, bár nem, nyilván nem tisztünk ezt megválaszolni, de hogy tehát az ebben az ördögi kört, mondom, mert most csak gondolkodom hangosan, hogy és nem a BKV fizet, hogy viszont az üzemanyag az meg szinte ugyanannyiba kerül, sőt, ugye sokszor látjuk, hogy már drágább itthon az üzemanyag, mint máshol, tehát a buszt meg kell tankolni. Tehát azt értem, hogy itt nekünk nem annyi a fizetés, viszont ugye, sőt, meg kell venni az autóbuszt, jellemzően most megyek külföldről, mert itthon a hazai buszgyártás az... Meg kell venni az új villamosokat, meg kell venni az új metrószerelvényeket, ami nyilván ugyanannyiba kerül, mint tehát tök mindegy, hogy Bécs vásárol metrót, vagy Budapest vásárol metrót. Nem? Tehát, hogy azért ez is...
Igen, de, van, nehéz. Igen, de például kérdés. Katának abban igaza van, és ezt én is mindig tapasztalom, hogyha szolgáltatást nyújt a BKK, akkor ne kelljen már olyan emberekkel együtt utazni, akik mondjuk mocskos ruhában felszállnak, és nem vesznek jegyet, vagy olyanok, akik nagy hangúak, én rendszeresen futok abba bele, sajnos, akik ilyen borzasztó nagy hangúak, még jaszkariznak is azzal, hogy ők ugye nem vesznek jegyet vagy bérletet, és úgy viselkednek, hogy tőlük félnek, mert az ellenőr sem mer hozzájuk oda menni. Tőlem viszont elkéri tudod a jegyet meg a bérletet. Na, ebben Katának igaza. Norbert írja, hogy az a baj, hogyha mindenki fizetne, tehát nem blitzelne senki, akkor sem lenne olcsóbb a rendszer. De ezt nem tudjuk. Igen, de meg nem az, hanem most tulajdonképpen mi a cél, amiről beszélünk. Tehát nyilván nem lenne olcsóbb, sőt itt Tom, aki folyamatosan írja nekünk, hogy minket most a BKK fizet, nem. Tehát, hogy Tom is azt írja, hogy nem jövedelmező ág. Persze, tehát a személyszállítás az alapból nem egy jövedelmező dolog. Igen. Tehát én úgy tudom, hogy a vasútnál is ugye valójában az áruszállítás az, ami az igazi bevételt termeli. Tehát egyszer s mind, ha nagyon konkrétan akarnánk fogalmazni, azt mondhatnánk, hogy a személyszállítás az egy ilyen szükséges rossz. Nem véletlen, hogy ahhoz ugye kell az egyéb más dotáció, önkormányzati vagy állami szinten. Tehát, hogy persze pusztán a jegyekből nem lehetne fenntartani ezt a rendszert, de én úgy képzelem, hogy itt is igaz a sok kicsi sokra megy szabálya. Tehát minél többen mondják azt, hogy hát én most nem veszem meg a 300 forintos jegyet, mi az a 300 forint a sok milliárdhoz képest? Csak ugye minél többen mondják ezt, annál több esik ki abból a pénzből, amiből ezt az egészet azért valamennyire próbálják fenntartani vagy működtetni. Amúgy 350, csak azért mondom, hogy nehogy azt mondják neked, hogy azt sem tudsz. Nem, mert a 10-es gyűjtőjegyet szoktam venni, tudom, és abból számolok, tudom, bocsánat. Nem, tehát, hogy az benne a nehéz, és még egyszer mondom, én abszolút itt megbeszéltük Petrával is már előtt, hogy Isten ments, tehát nem ítélkezni akarunk ezzel most senki fölött, hanem próbálunk hangosan gondolkodni, hogy vajon mi lehet az út, és ugye én ezt egy ilyen ördögi körnek látom, hogy nyilván minél kevesebb lesz a bevétel, mármint a cégnél, a fenntartásra fordítható összeg, annál kevésbé lehet itt tudnak arról beszélni, hogy fejlesszék, vagy akár fönntartsák ugyanazt a szolgáltatást. Tehát értem, hogy nagyon dühítő, hogyha ott ül mondjuk piszkos ruhában valaki, nyilván sokan írnak most a hajléktalanokról is, hogy ott vannak a villamoson, vagy a buszon, tehát hogy ez persze, hogy zavaró, de hogyha emiatt én azt mondom, hogy és akkor én most nem veszem meg egyet, mert szerintem ez a szolgáltatás nem ér annyit, akkor még kevesebb lesz a bevétel, akkor még kevésbé lesz arra tőke, hogy ezen valamilyen formában változtatni lehessen, nem? Igen, csak tudod, a legnagyobb probléma is tényleg abszolút maximálisan egyetértek, hogy a fizetéseink nem egyformák, és hogy valószínűleg ez a legnagyobb gáz. Tehát hát amit ez meg nem most fog megváltozni. Most fog megváltozni, igen, és nem ezáltal. Karesz még annyit ír, érdekes. Szerintem van a többségnek nevelő ereje. Arra gondolok, hogy a külföldön másképp viselkedünk mi is, nehogy már bunkó magyarnak nézzenek. Átengedjük például ott a gyalogost, a szemetet ott a szemétbe dobjuk. Itthon meg nem szégyeljük magunkat sajnos semmiért. Ezt egyébként én is látom, hogy ahogy átlépjük határ, elkezdünk másképp viselkedni. Sláger reggel. 8 óra lesz, 8 perc múlva itt Pordán Petra és Somogyi Zoltán, és nonstop most bezzeg csörgött a telefon, meg jönnek továbbra is az SMS-ek. Köszönjük, hogy ennyire aktívak. Biztosak voltunk benne, hogy ez megint egy ilyen érzékeny pont lesz, hogy miért olyan sok a blitzelő. Sokféle hozzászólás érkezett, de most nagyjából szerintem elkezdtünk valami kis gondolkodást, aztán hát legfeljebb még visszatérünk majd erre. És nagyon köszönjük a rengeteg hozzászólást. És akkor, ahogy ígértük, jöjjön egy szuper jó kis program, ami a mai napon indul, mert hogy ma kezdődik a hagyományos budapesti új zenei fesztivál. Ez egy tök izgalmas kis dolog egyébként. Idén egy kicsit másmilyen lesz, mint az eddig években, mert idén online is rengeteg felületen megjelenik, mert hogy ugye nyilván a pandémia miatt most sajnos nem tudunk elmenni így a kis lábunkkal a különböző helyszínekre. De annak ellenére, hogy online lesz, Budapest roppant fontos kulturális helyszínein tartják meg ennek a fesztiválnak a programjait. Ez most már a 8. alkalom, igen, így ugye? Van, így van. Az idei fesztivál kiemelt témája, mert mindig van ilyen, a játék lesz. Szerintem ez ránk fél. Azt akartam mondani, hogy a lelkünknek ez mindenképpen jót tesz. Szerintem ez tök jó. Egy 10 napos fesztiválról beszélünk, és ha már játék, hogy mennyire játékosan vagy sem, az egy másik kérdés, de az a céljuk, hogy új módszerekkel, tehát egy picit másképp mutassák be az új zenét, a komoly zene avantgárd hagyományaiból táplálkozó irányzatot. A 2021-es fesztivál program tekintettel ugye a világjárványra ezeket az új technikai megoldásokat is használja, és tök érdekes, hogy a koncertek közönségének részben interaktív bevezető előadásokat tartanak az események kurátorai. Ami szuper, mert én azt nagyon szeretem, amikor mondjuk olyan előadásra tudsz elmenni, ahol téged is bevonnak, sokkal jobban érzed magad, meg így ugye a játékosságot, ami most nekik a fő cél, azt abszolút be tudják vinni. És nekem kicsit az is a játékosságra hajaz, hogy
Hát sokkal több programot, meg többféle programot terveztek ők eredetileg, amikor még lehetett bízni abban valamennyire, hogy azért januárban már meg lehet rendezni úgymond normál keretek között ezt a fesztivált, de most már, hogy tudjuk, hogy ez van, úgy döntöttek a szervezők, hogy néhány programot, főleg egyébként azokat nyilván praktikus okokból, amelyeken külföldi fellépők is közreműködnek, majd valamikor a tíznapos fesztivál után az évad hátralévő, úgymond már biztonságosabb részében rendezik meg, tehát nem mindent tart, nem minden lufit, nem, hogy mondják ezt, nem minden rakétát lőnek most ki, igen, hanem majd próbálják. Majd lesz, amit majd kicsivel később. És a Zeneakadémia online felületén indul a fesztivál egy nyitó hangversennyel, amely Vidovszky László korai műveiből rendezett szénikus koncertpár első része. Aztán szintén magyar ősbemutatókból álló programmal készül a fesztiválra a Budapest Improvisers Orchestra, a január 11-én a BMC könyvtárban a Wordlauta című vokális koncerten ősbemutatóként hangzik majd el egy osztrák zeneszerző műve. Nagyon jól hangzik ez a fesztivál, tehát hogyha még egyszer átlátszó hang... Hát így szóban mindenki, reméljük, hogy tényleg zenei. Igen, átlátszó hang, új zenei fesztivál, így tessék megkeresni. Egyébként a Sláger FM weboldalán találhatnak erről egy összefoglaló cikket, úgyhogy ha mindent most nem sikerült megjegyezniük, akkor ott tovább olvashatják. Most milyen szerencsés helyzetben vagyunk, hogy azért az utóbbi sok-sok évben már elterjedtek azok a profi otthoni erősítők, meg hangfalrendszerek, most már szerintem gyakorlatilag mindenhol van ilyen, ahol tessék kiaknázni azt a lehetőséget is, hogy a számítógépet simán egyetlen kábellen, ugye? Sőt, sokszor akár a Wi-Fi-n keresztül csatlakoztatni lehet ezekhez a rendszerekhez, érdemes ennek utána olvasni részletesen a használati utasításban, mert hogy az az igazi, én próbáltam már ezt, hogy tényleg komoly zenével otthon leültem, behúztam középre a fotelt, az öt hangszóró közé, és figyelj, tehát hogy tényleg a jó értelemben a lútbőrözött a hátam. Tehát, hogy ezekkel a profi cuccokkal most már olyan fantasztikus élményt lehet otthon is biztosítani. Mi is szoktunk itt zenét hallgatni. Igen? Uh-huh, igen. Hát van, amikor az ember ezt még egy DVD-vel is kiegészíti, vagy hogyha tényleg az online közvetítés, mondjuk szintén a képét át lehet tenni a tévére, higgyék el, hogy teljesen más hatás, mint hogyha a laptopon kísérnék figyelemmel. Úgyhogy jó szórakozást kívánunk mindenkinek. És most indul a Sláger reggel. Sláger 8 óra 8. Ez a Sláger reggel, Somogyi Zolival és Pordán Petrával. És Petra már kacsingat itt az ablakon keresztül Székelyhídi Ágilag. Szerintem már nagyon-nagyon kíváncsi vagy, hogy mit hoz ez az év, de így vagyunk ezzel valamennyien. Mindjárt elmondja asztrológusunk. Figyeljenek nagyon! Pordán Petrával. És Somogyi Zolival. Jó reggelt, 8:45 van. Arról beszélgetünk most ebben az órában, és éppen ezért hívtuk Székelyhídi Ágnes asztrológus. Köszönjük, hogy itt vagy velünk. Jó reggelt. Jó reggelt. Hogy vajon milyen évre számíthatunk, mert a tavalyi az valami borzasztó volt, és kérlek segíts nekem, mert én azt olvastam, hogy az asztrológusok azt mondják, hogy azért volt olyan nehéz az évünk, mert hogy egész évben nehéz bolygók ütköztek egymással, és gyűltek össze a Bak csillagjegy alatt. Jelentsen ez bármit is, ez igaz? Van benne valami. Viszont azzal szeretném kezdeni, hogy egyre nehezebb általánosságban a horoszkópról beszélni. Beléptünk ténylegesen a vízöntő korba december 17-én. Ami az mit jelent? Most mondom, azt jelenti, hogy az individuum, az egyéniség egyre inkább dominál. Tehát ezek a nagy általánosítások egyre kevésbé működnek. Az a durva, hogy így is működik. Aha. De hogy az egyén horoszkópja annyira különböző, annyira máshol áll az a bizonyos bolygó, a Bakban, az a sok. Szóval, amit látunk az újságban, az azért nem működik, mert hát nyilván mindenkinek ugye ez az első számú kritika, amit megfogalmaz egy ilyen három mondatos horoszkóppal kapcsolatban, hogy persze, akkor ezek szerint 12 féle ember van a Földön, és akkor érdekes, hogy minden 12 embernek ugyanaz az élete. Persze. Azt mennyire vetted észre, Ági, amire céloztam korábban, hogy minthogy ilyen bitang évünk volt tavaly, ettől már olyan annyian keresnek fogóckodott, hogy már tényleg már csak ezért is kíváncsiak, hogy mit bánom én, akkor mondja az asztrológus, csak mondjon már valaki valami jót. Igen, az a helyzet, hogy az asztrológia reneszánszát éli. Pontosan azért, mert hogy tesszük a dolgunkat, döntéseket hozunk, tervezünk, oda tesszük magunkat, és mégis érezzük, hogy a háttérbe fut valami program. És ezt a programot jó lenne érteni. Ebben biztos van egy algoritmus, biztos van valami törvényszerűség, az egyik módszer az asztrológia, hogy ebbe belelás. Csinálok egy tesztet, mert hogy Petra, mondtam neked, hogy megleplek. De várj, ne, csak figyelj, nagyon figyelj. Én nagyon. Mert hogy nem csak te kacsintottál összágével, én is. Én már tegnap lejelentettem neki a te pontos születési dátumod. Úgyhogy most akkor teszteljük, légy szíves. De jó lesz az nekem. Jaj, de félek. Az, hogy tudni szerettem volna, de közben meg félek is. Hát
nem tudom. Valamit mondj, aztán majd ígérjük, minden csillagjegyre kitérünk hamarosan. Na, nézzük, Petrát. Az a helyzet, hogy a horoszkóp és a bolygók nem predesztinálnak. Én mikor elkezdtem tanulni asztrológiát, én féltem ettől, hogy úristen, és akkor most már látni fogom, hogy mi fog történni, és akkor tök mindegy, hogy mit csinálok. Nem, mert ott a szabad akarat. Tehát tendenciákat tud mutatni az asztrológia, és azt tudja megmutatni, hogy mi felé mozdulj, mire számíthatsz, de hogy konkrétan mi történik, azt az esetek szóval nem kuruzslás, nem jóslás, hanem iránymutatás. Így van. Nagy különbség. Így van. És most akkor visszamenőleg, vagy előre? Mit hát szeretnél? Amit szeretnél? Hát figyelj, én várjál, most kicsit elkezdtem félni. Nekem segíts, két mondatban milyen ember Petra? A horoszkópja alapján. Vagy a csillagjegy alapján. Diplomatikus. Sokszor túl finom. Nem ismerlek, most találkoztunk igen, először. Ez így van. Sokszor túl finoman fogalmazol. Igen. Ez igaz. És ez nagyon jó, mert hogy egy állati jó csapatjátékos vagy. Csak amikor azt kellene mondani egyeztem első személyben, vagy figyú nekem, vagy szerintem, akkor ezt olyan finoman becsomagolod, hogy a másik nem érti. Vagy akkor érti, hogyha tényleg figyel rád, de az emberek többsége rohan. Ne tüzeld fel, ne szúrj ki velem, légy. Nem, abszolút igaza van. Jajaj. És ez óriási problémám, és ezen nagyon régóta dolgozom. Aha. Hogy úgy pacekba megmondjam, és van egy nagyon jó barátnőm, aki folyamatosan tréningel erre, hogy ezt tessék megtanulni, mert hogy ne legyek már mindig diplomatikus. De hogy ezt te honnan tudod? Ez nagyon ijesztő. Mert, és tényleg most találkozunk. Mert azt szoktam mondani, hogy a születési horoszkóp az egy pillanatfelvétel az égről, tehát rögzítettük a bolygókat, hogy akkor hogy álltak, és egy röntgenfelvétel rólad. Egy csomó mindent megmutat, belső és külső, hogyan viselkedsz, mivel vívódsz belül. Mik az erősségeid? Is tudod? Igen. Jézus Mária! Nagyon vigyázz! Most még kimehetsz a stúdióról. Nem akarok, mert na, ez vagy egyre jobban érdekel. Petrát megvetted, ő most... én még nem láttam ilyennek, zavarban van egy picit. Hát, de igen. Akkor most mielőtt kitérnénk a különböző csillagjegyekre, nézzük, hogy a pillanatfelvételed erről az évről, ami most előttünk áll, mit mutat, mert a múlt évről szerintem már többet is tudunk, mint amit szeretnénk. Az előttünk álló évben több ilyen szakaszt el lehet különíteni. Az egyik szakasz ez a január-február, ami nehéz. Lehetne más szavakkal is leírni, kritikus, nehéz ez a két hónap. Amiért nehéz, mert mindenféle ragaszkodásunk, elveink azok így, ahogy van, dőlnek, úgyhogy nem szabad merevnek lenni. Muszáj nyitottnak, derülátónak lenni. Ez a két szó. Uh-huh. Sok mindent lehetne mondani, de ez a két szó, ez így jellemzi. Mert hogy maga az évkezdés, nem tudom ti, hogy vagytok vele, olyan nehézkes. Igen, tehát, abszolút. Tehát, hogy mindenkitől azt hallom, hogy még mindig nem ültem le, hogy átgondoljam, leírjam. Igen, mert ez most bocsánat, most fogok mondani konkrétumokat, de mindig megmagyarázom. 6-án lépett a Mars a bikába, bocsánat, mondjam. Most a bolygók mozgásáról beszélünk. Igen, és ettől mindannyian lelassulunk. Egy kicsit lassabbak, de megfontoltabbak leszünk. Uh-huh. Tehát nem baj, csak most ez a két hónap, ez kicsit nehéz. Tehát akkor február végéig kell valahogy kibekelnünk, utána mi történik? Márciustól viszont van egy nagy fellélegzés, egy megkönnyebbülés, tényleg ott kinyílik a világ. Én azt gondolom, hogy ott helyreáll egy csomó minden, amit elvett tőlünk 2020, de nem minden. Úgyhogy az a tavasz, ez a március-április, ez sokkal... Tehát ott csillan meg igazán a fény az alagút végén, igen, mondjuk így. Van, így március jó hangzik. Március 4-től. Tehát már a március eleje. Igen. Aha. Drága hallgatóink, el szokták-e olvasni a horoszkópjukat? Érdekli-e, hogy mit mondanak a csillagok? Ezt tessék nekünk megírni komment formájában, vagy SMS-ben. És ha kérdésük van Ágihoz, mert hogy itt van velünk egész órában, akkor most tessék feltenni. Az én elemzésem az még folytatódik majd? Csak kérdezem, szeretnéd? Csak hogy tudjam. Ez a Sláger reggel. 9:09, 5 perccel Pordán Petrával, és Somogyi Zolival. És hát Szigei Ágnes asztrológussal továbbra is itt a stúdióban. És a Sláger FM Facebook oldalára kitettünk egy posztot, ugye a horoszkóppal, az asztrológiával kapcsolatban. Azt írja nekünk ide Ágnes, hogy érdekes, amit Ági mondott, mert hogy tényleg rosszul alszom mostanában. Egyébként odaírt a zárójelben, hogy ő kosjegyű. Különösebben nem figyeltem eddig rá, igyekeztem jól érezni magam, ha lehet. Talán az időjárás különbségek is teszik, de nem tudom. Befolyásolja, igen, az aktuális bolygóállás, hogy hogyan alszunk, egyáltalán milyen a közérzetünk, de hát ez se új dolog. Szóval azért gondoljatok bele, hogy az ókorba nem azért kértek tanácsot asztrológustól, hadvezérek, meg uralkodók, meg buták voltak, vagy nem tudtak dönteni, hanem ők még tisztelték ezt a fajta tudást, ezt a fajta szimbólumrendszer. Nekem mindig az első, ami eszembe jut az asztrológiával kapcsolatban, hogy a legkézenfekvőbb látjuk, hogy a hold hogyan mozgatja az óceánt, a tenger. Ár apály, dag
szolgálj. A testünk jó része víz, tehát hogy valaminek nyilván lennie kell, valamilyen hatással, nem létezik, hogy ne legyen ránk az univerzum, és ez még szerintem nem egy ilyen föltől elrugaszkodott valami, nem tök racionális. Én általában egy racionális palinak tartom magam, és is meg ebben létezik. Igen, abszolút. De hogy na, hallgatlak nyitottam, mert közben azt mondtad, hogy van itt három dátum, úgyhogy határidőnaplókat elő. Amire figyelnünk kell. Az a helyzet, hogy ez a 2021, annak ellenére, amit mondtunk, hogy márciusban hú de jó, azért nem lesz egy könnyű év. Szóval nem szeretném cukormázzal leönteni azt, ami nem az. Uh-huh. Van három dátum, ami végig kíséri az egész évet, amikor vigyázni kell. Erre, amit az előbb beszéltünk, hogy nyitottság, rugalmasság, derülátás, mert hogy lehetnek nehéz helyzetek, február 17, június 15 és december 24. Gyakorlatilag... December 24, igen, karácsony? Igen. Hú, de jó lesz! Ha ezeket meg tudjuk viták, konfliktusok nélkül úszni, akkor csillagos ötös. Tehát mi a magánéletünkben, igen, aha, igen, egyénenként. Vigyázzat, tehát most nem azt mondod, hogy félelemmel közelítsük meg ezt a három dátumot, hanem felkészülten. Okosan. Arra, hogy ott... igen. Ahogy a január-februárt is. Tehát, hogy tessék higgadtnak maradni, józannak maradni, és konstruktívnak. Tehát, hogy a megoldásra törekedni, és ne az egyéni sértettség domináljon. Aha. De szerencsére van azért jó is ebben az évben. Méghozzá nagyon-nagyon jó. Május 14 és július 20 hét között a Jupiter a halakban, az ilyen eufória. Ponyáron? Igen. Jaj, de két hónapon keresztül. Az nagyon jó. Rubickor, több mint két hónap. Igen. Viszont az is nagyon izgalmas, hogy ott azért kell nagyon ébernek lenni, mert valamit meg fog mutatni a sors, nagy dolgot és jó dolgot. Jupiter Fortuna Major a nagy szerencse bolygója, viszont nem biztos, hogy ez a két hónap elég ahhoz, hogy beteljesedjen, tehát azt el kell csípni. És mert utána jön megint a Schaller. Nem. És lehet gyűjteni energiát, erőforrásokat, kapcsolatokat, mert ami július 28-án meghiúsulni látszik, az december 29-től újból megadatik. Tehát a 2022 lesz igazán a beteljesedés. Székelyhidi Ágnes asztrológus továbbra is marad velünk, tessék kérdezni, hogyha van kérdésük, a Sláger FM Facebook oldalán komment formájában is feltehetik, illetve SMS-ben. Sláger reggel! Jó reggelt, 3:49 előtt járunk pontosan 3 perccel itt Pordán Petra. És Somogyi Zoli. És az idei évről beszélgetünk, és hát elég izgalmas, amilyen üzeneteket írnak nekünk hallgatóim. Például Zitu azt írja, figyelj Ági, sziasztok, én Skorpió vagyok. És azt szeretném kérdezni, hogy miért van az az emberekben, az az egyfajta távolságtartás a skorpiók felé, amit mindig tapasztalok. Volt már rá példa, hogy meghallotta a horoszkópomat az illető, és szó szerint nem beszéltünk többet emiatt egymással. Mit lehetne esetleg ellene tenni, hogy ne emiatt soroljanak be engem valami rossz sorba? Székelyhidi Ágnes, asztrológus, hivatalos válasz a következik, parancsolj. Ajaj. Nekem az egyik legjobb barátnőm Skorpió, de az elején nem gondoltuk volna, hogy milyen jó barátok leszünk. Az egyik barátom egy hiéna, de... És aztán kiderült, hogy a Skorpió és a Rák nagyon-nagyon jó barátságot tudnak kötni. A Skorpióktól azért félnek az emberek, mert hogy a tekintetükben is van egy ilyen röntgen, és egy ilyen hipnotikus erő, és igen, mesztelen vagy konkrétan. És tényleg. Egy Skorpió közelében. Na most figyelj. Ki ez a barát? Igen. Az fél, akinek van mit takargatni. Pontosan. Tehát, hogy akkor azok nem egyenes emberek, és ne bújjon ki a bőréből, ne változzon meg, hanem igenis azokkal az emberekkel keresse a kapcsolatot, akik így, ahogy van, elfogadják. Ez nagyon gáz, hogy ilyesmi miatt, hogy Skorpió. De ez tényleg durva. Marci azt kérdezi a Facebookon, hogy a kritikus napokat az évben szeretnék kérni még egyszer, ezt most oda is tettük, úgyhogy ha valaki még szeretné ezeket látni, akkor komment formájában ott is van. Ott megtalálja, mert hogy most inkább arról beszélünk viszont akkor, hogy mi a hát nem is tudom, a megoldás, tehát hogy mire ügyeljünk azon túl, hogy van ez a három nap, amit felsoroltál, oké, ott majd legyünk nyitottak, de összességében mi 2021-nek a fő üzenete vagy eszenciája? Hát az egyik, ahogy vissza kell lépnünk. 2020 megtanított minket arra, hogy hálásak legyünk, és mindenért, alázatosak. Amink van, igen. Nagyon nehéz ez a két szó, de ez nagyon-nagyon keményen meg lett tanítva mindenkivel. 2021-ben ezt gyakorlattá kell tenni. Tehát arról szól, hogy ez maradjon is meg bennünk, ez az alázat, ne csak egy pillanatig legyen, aztán hopp, elillan. Elfelejtsük. És igen, ez a három nehéz dátum, amiről beszéltem, ez pedig a nyitott tenyér. Én ezt így hívom, tehát semmihez nem szabad ragaszkodni. Uh-huh. És nem azért, mert hogy a szeretteid, vagy a házad, vagy a nem tudom, a munkádat elveszi a sors, hanem hogy tessék nyitottnak lenni.
hálásnak lenni azért, amit van, és egyébként meg jöjjön be, ami új. Tehát elfogadni a változást? Is, igen. Azt nagyon nehéz ám sokaknak. De ezt, hogy ne ragaszkodjunk semmihez, tehát hogyha mit én szeretem a hétvégéhez, ne gondoljak rá sokat, hogy jaj, én úgy örülök, nem, hogy van. Nem, ja, tehát nem, ahhoz nem, lehet ragaszkodni. Nem, hanem elvekhez, meg ilyen, ilyen tervekhez, mert hogy minél mereven ragaszkodsz egy elképzeléshez, egy tervhez, annál biztosabb ebben a három dátumban, hogy ez ott valahogy változni csorbát fog. Szenved. Aha. Igen, az Uránusz az, aki itt a fő ludas, és az Uránusz a váratlan, hirtelen helyzetek, amit egyikünk se szeret, valljuk be őszintén. Az emberek nem szeretik a változást sem. Igen, és közben meg ez a 2021 erről szól, hogy erre tanít minket. Már 20-ban is voltak előjelek, de most lesz ez igazán. Székelyhidi Ágnes továbbra is marad velünk, és hamarosan végigfutunk a csillagjegyeken, úgyhogy tessék nagyon figyelni, és ha még van kérdés, akkor azt feltenni. Ez a Sláger reggel. 3:49 múlt 3 perccel, Székelyhidi Ágnes asszológus a vendégünk továbbra is. A Sláger FM Facebook oldalán pedig Hajnalka azt írja, azt hiszem az emberi kapcsolatokat jól tudom kezelni, mondjuk sokszor félre tudnak érteni a nyers és túl őszinte stílusom miatt. Jelenleg körülbelül fél éve a karrieremben való változtatás elindításával állok inkább hadilábon, de ez talán lehet, hogy amiatt van, hogy nyilas mérleg aszcendenssel vagyok. Örülök, hogy Ágnes a vendégetek, szuper a műsor, nagyon szeretem őt is. Hát ez most két információ igen. volt a horoszkópjából, és 11 pont van. most igen. Akkor Hajnalka, valahogy így vegyétek fel a kapcsolatot, és beszélgessetek ja. úgy. Viszont egy fontos gondolatot, egy fontos szót használt Hajnalka, aszcendens, mert igen, ugye sokan abból indulnak ki, hogy ez az én csillagjegyem, de ezt már megtanultam a sok-sok év alatt, hogy legalább ennyire fontos az, hogy kinek mi az aszcendense. Gyakorlatilag 3 sarkalatos pontja van a horoszkópnak, a nap, a hold és az aszcendens. Nagyon könnyű egyébként az interneten utána nézni, és ez a 3 az, amiből a személyiség össze van fonva. Az aszcendens az nem egy bolygó, hanem egy metszés pont. Túl nagy jelentőséget tulajdonítanak neki most a modern asztrológusok, de a nap és a hold és a bolygók fontosabbak. Na, ahogy ígértük, ugorjunk neki akkor a 12 csillagjegynek röviden. A kosoknak ez az év rendkívül változatos és színes lesz. Bolygójuk a Mars az elkezd vágtatni, és mindenféle életterületet meg fog mozdítani. Ezt imádják a kosok. Tehát ők ki nem állhatják, hogyha stagnálás van. Úgyhogy ebből a szempontból jó lesz 2021, az egészségükre vigyázzanak. A bikáknak a karrierjük egyre jobb lesz, egyre több pénzt keresnek, és egyre több felelősséggel jár ez az egész, úgyhogy itt a felelősség terén nagyon-nagyon sokat kell fejlődniük. A tolerancia, az együttműködés az most egy kihívás számukra. Az ikreknek áttörés történik 2021-ben, egyfajta szellemi magasságokba emelkednek, és azt fogják mondani, hogy végre. Nagyon fogják élvezni ezt az évet, ne kapkodjanak, ez a kulcs. A rákoknak meglepő, hogy az agilitás, az ambíció nagyon-nagyon fel fog erősödni, és mondok még egy A betűs szót, az agresszivitásra. Micsoda! Bizony. Nem igaz! Ezt akartam mondani, hogy egyébként nem jellemző. Nem, abszolút de most meglepő. Nem. Április 23 és június 10 között lesz ez. Tehát, hogy egy kicsit vegyenek vissza, vagy nem tudom, jó. Valahogy itt a finomabb stílus. Majd emlékeztetjük egymást, igen, jó? Igen, mert... Itt a két rák, ja. Az oroszlánoknak 2021-ben a párkapcsolatuk minőségi változáson megy keresztül, nagyon sok emberrel fognak találkozni, ha stabil kapcsolatban vannak, vigyázzanak, mert a féltékenység beköltözhet hozzájuk, ha egyedül vannak, akkor jó hír, mert hogy be fog lépni a nagy ő. A szüzeknek is a párkapcsolatában kell vigyázni, május 14 és július 27 között, ott inkább a provokáció, tőlük is ez szokatlan, tehát sok jegy olyan furcsa dolgokat fog produkálni. Kicsit, igen. Tehát, hogy provokálni fogja a párját, vagy egyáltalán a környezetét, nem tudom miért, valamit ki akar váltani, valamilyen reakciót. A mérlegeknek rengeteg ötletük és tervük lesz, ez tovább tanulás külfölddel kapcsolatos lehet, hát nekik is valakivel kéne konzultálni. Tehát, hogy ne a saját fejükből döntsenek, mert
jó lenne valami szakember segítségét kérni. A skorpióknak a január-február az előszobája valami óriási áttörésnek, valami nagyszerű dolognak, ami lehet, hogy csak az év végén fog beteljesedni. A nyilasok, szegények, már kaptam visszajelzést erről, ők a partvonalon állnak, és nézik, hogy a többiek mit csinálnak, de nyugi, mert decemberben be kell menni a pályára. Na, tehát tessék türelmet kondícióba lenni, és mozogni, tehát, hogy ez nem hiába való. A bakoknak az anyagi téma lesz most nagyon fontos, ott kellene komoly döntéseket hozniuk, ne kapkodjanak. Most a január-február elég kilátástalannak tűnik, de nyugi, el fog ez múlni. A tervezés az legyen egy ilyen nyitott dolog, és nem merev. A vízöntőknek 2021 az életük egyik legjobb éve lesz, tényleg minden szempontból. Fantasztikus. Tehát ez a végre. Áttörés, rengeteg új barátjuk lesz idézőjelben, úgyhogy vigyázni a barátokkal. A halaknak május 14 és július 27 között valami csoda történik az életükben, úgyhogy ott eljön az ő idejük. De most csak a jókat mondtad már, de remélem, hogy egy kis lelki munícióval tudtunk szolgálni. Hát, reméljük. Jaj. Én készen állok. Legyen bármi is. Igazából nekünk így tök jó lesz tulajdonképpen. Igen, tehát én ezt abszolút pozitívan fogom fel. Reméljük, önök is megnyugodtak, hogy azért összességében hát előre haladunk mégiscsak. Igen. Ági, nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél. Nagyon izgalmas volt ez az óra. Még egy szösszenet, Ági, abban tudnád segíteni, hogy mi az Olival? Mi? Hát mert most így együtt dolgozunk ezen a héten, és hogy így tök jól így megszoktuk egymást, hogy amúgy mi bírjuk egymást, mert én úgy látom, hogy igen. És ezt most tőle kérdezett? Miért egy provokatív kérdés feltett, hogy milyen vagyok én, mint ember? Na, ugye, azzal kezdtük, hogy a horoszkópotok ez egy röntgenfelvétel rólatok. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy 10 bolygóból 6 ugyanabban a jegyben áll. Az mit jelent? Egy hullám hosszon vagytok. Tessék! Nagyon-nagyon-nagyon értitek egymást, és hogy ez okozhat esetleg konfliktus, de a megoldás is itt van, hogy tessék a saját fejeddel gondolkozni, és akkor tudod, hogy mi van a másik fejében. Na. És most indul a Sláger reggel. Sláger FM. 9 óra múlt 6 perccel, jó reggelt kívánunk Somogyi Zolival és Pordán Petrával. Jó reggelt, szép reggelt. Mindenkinek, kedves vendégeinknek is, köztük a meglepetés vendégnek, aki mindjárt befut Kovács Áronnal együtt. Most viszont Netcon, don't worry. Mindenkinek szép reggelt és délelőttöt. Sláger Pordán Petrával. Somogyi Zolival. Jó reggelt, 9:40 lesz mindjárt, és ahogy arra már céloztunk korábban többször is, ismét régi motorosokkal bővül a Sláger FM csapata. Illetve az igazság, ugye Kovács Áron már az előbb lelepleztem, nála még ez a motor dolog is megállja a helyét konkrétan. A másik esetben ott azok tippeltek helyesen, akik, na majd mindjárt mondom, de pont ezért elnézést kér, még nincs bekapcsolva a mikrofon, de erről könnyedek. Szóval azért nem jó, azért sértő vagy bánt ez a régi motoros, mert mégiscsak egy hölgyről van szó, ne, hiába próbálsz túlüvölteni, nem fogják hallani. És természetesen azok tippeltek helyesen, akik a kisóra tippeltek! Ügyesek voltak! És én abszolút is kaptam! Sziasztok! Hello, sziasztok! Áron, egy kicsit gyűrött az arcod. Nem mikor kicsi. Keltél? 10 perc? Az, aki szép, az reggel is szép. Gyönyörű vagy, a hajad főleg. Hello, Los Angeles, mondhatnánk. Hello, Los Angeles! Hajkorona vagy. Hát egyébként én is akartam mondani, hogy mi ez a beköszönés, tehát még egyszer kérnék szépen, tehát. Hello, Los Angeles. Figyelj, hát az évek múlva alatt így a hangon. Kopott kicsit. Igen. Azt akartam mondani, hogy mondtad, hogy jól néz ki, csak a haja elfurcsa, hogy egyedül most a haja az, ami tökéletesen el. Ugye, Áron? Ez az új szépen, rajta, és akkor 50 felé, nem csak a hajam áll tökéletesen. Te 50 felé vagy. Hát én na most már... Viszont... Petra 60-at tippelt volna. Nem, de a 47-et már betöltöttem. És a hajad az a saját, hogy hajbeültetés. Mert valami egészen elképesztő, hogy egy ilyen hajkoronád van. Kedvesem, hagyj használjam ki a Sláger FM kínálta lehetőségeket arra, hogy eloszlassak, tehát sem botoxot, sem hajnövesztőt, sem hajfesteket, semmit nem használok. Genetikailag vagyok ilyen. Csak kokszolsz. Mások még ez sem. Csak kokszolsz, ahogy elnézünk. Igen, kokszolok nagyon. Én semmit nem használok, komolyan, engem megkímélt azért. Nem szabad túl sokat dolgozni, ezt megfigyeltem. Az tönkre teszi az ember. Mióta nem dolgozol, mert gyakorlatilag hónapok óta... Egész életem azt csinálom, amit szeretek, ez nagyon fontos. Egyébként tényleg. Igen. Kisó viszont gyönyörű, korán reggel is. Azt hogy csinálod? Nagyon drágák vagytok, hát ennek az oka, hogy én megyek egy forgatás, illetve előtte egy fotózás, úgyhogy én 4:40-kor keltem, 5:50-re mentem fodrászhoz. Nagyon szép a sminked is. Nem, mondjuk el az igazat. Mert rá nem volt az, aki szép, az reggel. Nem.
Azon, hogy én a kisónál kezdtem, tehát én ezért vagyok gyűrött, és ezért szép. Ennyi a titok. Mióta ismeritek egymást? Azt még össze tudjátok számolni? 2004-ben azt találkoztam, mint Jam Pub, tehát hogy azért... Azt arra emlékszem. Tehát már 17 éve lassan? Igen. Oda mentem bevágódni egy dumával, lepattintott valami, olyan szigorúan pattintott le, hogy szerintem utána hónapokig nem is beszéltünk. Kisó, majdnem leesik a székről, inkább őt szeretném most hallani. Az ő verzióját kérni. Nem mondod, hogy ezt így bevállalod, vagy hogy egyetem. Hogy a franc van-e? Oda mentem. Hát mit tudom én, hát tudod, valami nagyon gyenge na, szerintem. Na, de valami gyengé, légy. Valami, mondjak valami gyengét. Valami észbontót, ja. Nem emlékszem rá, mert ami utána jött, az törölt a memóriámat szerintem egy több hónapra, tehát, hogy amit kaptam tőle csípőből, de nem is tudom, hogy mondott-e valamit, csak rám nézett. Tehát pontosan ja, tudtam, az hogy elég volt. Pontosan aha. Tudtam, hogy most mi nem fogunk beszélgetni egy ideig, mert nagyon kellemetlen, aztán valahogy mégiscsak szóba álltunk egymást. Jó, a kisolnak van egy olyan tekintete, hogyha úgy néz rá valaki. Nem szóltam. Vissza is szívom. Én nem látom ezt, nem, hogy egyébként ebben ez szörnyű, tehát ezt nekem is szokták mondani, hogy minden az arcomra van írva. Hát tehát, az mondjuk te kevés. Ez nagyon rossz tulajdonság, vagy jó tulajdonság, nem tudom, de hogy tényleg ez a... És kamúzni, tehát hazudni nem tudok. Tehát, hogy nem. Alkalmatlan vagyok rá, sajnos. A Törbejtve című filmben volt, ugye, hogy volt az a lány, aki, hogyha hazudott, akkor rögtön öklendezni kezdett. Ja, tehát hány iget váltott ki belőle. Jó lehet az. És ugye ezzel szívatta őt a nyomozó Daniel Craig. Isten hozott titeket egyébként a Sláger FM csapatában, de hogy mi is lesz a műsor, amit majd, ami drága hallgatóink is hallhatnak, ezzel folytatjuk mindjárt. Sláger reggel. Jó reggelt kívánunk, 10 percet. Tök jó dumálunk. A stúdióban egy csomó mindenkivel, csak majd elvesztünk a gombok tengerében. Így van, Kisó és Kovács Áron a vendégeink. Na de hogy miért is jöttek hozzánk, és hogy lettek a Sláger FM csapatának a tagjai, aminek mi szívből örülünk. Srácok. Áron, de hát te vagy a felkészültebb, vagy Kisó, hogy nem, érzed? Hát itt a Covid alatt muszáj volt, úgyhogy én itt takarítani fogok majd reggel, ne haragudjatok, a porszívót hallottok, az én vagyok. Én ezért a jöttem. A port is letörlöd? Minden. Nagyon kérlek, alaposan. Kérlek. Nagyon aki fújom. Budapest szitáló eső, de az Áron haja most is tart. Ja. Az orsi a memória. Tehát én vagyok a szív, ő az agy, tessék. Pedig én annyira szerettem volna, hogy ez az álmos hangodon valamit így, de jó, de inkább legyen az orsi. De egyébként most mondd be, vagy próbáld meg előadni azt a jellegzetes mondatot, amivel egyébként mindig indult ez a műsor, és fog indulni a jövőben is, és akkor mindenki tudni fogja. Ja, most leleplezted, egy újra felhasznosított cuccot hoztunk. Tehát hát, mert ami jó, azon miért változtatunk? Így van, pontosan. Mert újraélesztettük, tehát kicsit pattogtattuk a flaszteron, mint ahogy szoktuk látni a szirénás kollégáktól, és újraélett. Hello! Los Angeles! Oh, ezt már nagyon rég hallottam. Én is már sose hallgattam. Életedre elsőre ez mi? Én az, hogy én nagyon bírtam. Tökre szerettem a rovatokat is, de tényleg. Igen. Szóval, slágerlista! 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 A rendhagyó slágerlista. És milyen slágerekkel? Hát, még pár napotok, hogy kitaláljátok. Itt vagyunk a Sláger FM-en, tehát nyilván csak slágereket játszotok, és a legjobbakat. Igen, de ez így eddig volt csopóén, de hogy igen, dolgozzunk még rajta. Ennyit fizettetek ki. Hát. Hivatalos MAHASZ lista alapján, tehát hogy ez a része nem változik, mert most is így igaz, full up to date-en, és a rovatok közül is, tehát a visszapillantó. Egyébként azért furcsa erről beszélni, mert ez annak idején a mi rovatunk volt, vagy a mi gyermekünk volt, hogy mondjam, és most kvázi visszakerül hozzánk, tehát ott nyilván visszatekintő érdekességeket mondunk, régi dalok, ez egyébként ahhoz képest, hogy ez az én rovatom, ez Áron kedvenc része, ezt kijelenthetjük, igen. Mert hogy a igen. Az új előadóknál... Ennyit szoktam szóhoz jutni egyébként. A kedvencem volt a Lost Frequencies. Figyelj, Áron, mutatok egy trükköt, figyelj! Mondja, Dorsi. Tehát, hogy van ez a gomb, itt lehúzod, és akkor már is. Na. Szóval ez, nem tudom, meg a, ilyen előadók, amit az Eva Max, meg ezeket még nem nagyon tudtam megbarátkozni. Én vagyok az az ember, aki szerint... De én vagyok az az ember, aki szerint minden jobb volt régen. Tehát, hogy ennyi. Így derekas dolog slágerészet készítem. Igen, mert hogy ez fontos dolog. Egyébként meg én, amire a legbüszkébb vagyok, az az, hogy alapvetően ugye én ezt úgy kezdtem el annak idején, hogy azt mondtam, hogy nem tűrök beleszólást abban, amit beszélek. Tehát én a frankó véleményet fogom mondani a dolgokról. Az sőt, hát, ha nem tetszik egy dolog, akkor... Sőt, még annál is, mert amit tetszik, még azt is fikázni fogom, nyilván viccesen, és ebbe áldását adta ugye a cég erre, nem is tudom miért, de hogy szerintem ez volt a sikere, és amire a legbüszkébb vagyok, hogy annak ellenére, hogy szegény magyar előadókat szétszivattuk ugye adásban, rendszeresen hallgatták, és rendszeresen hívtak föl telefonon, hogy turnéra mennek, és hogy alig várják, hogy róluk mondjak, mert azon rögtek a legjobbakon, tehát a mezőmiségtől elkezdve mindenki hívogatott, amikor valami poén csattant a hátukon. És vagy mondjuk állinterjút csinálni. Ezt akartam kérdezni, hogy az állinterjú is lesz? Persze, hogyne, hát alap feature volt, kérem szépen. És volt olyan, aki megsértődött? Mert ezt akartam, hogy igazi sértődés, igen volt-e.
Egy valaki volt. egy valaki volt, ami azért nem jó egyébként, mert hogy Áron ilyenkor vérszemet kap, és annál inkább oltogatja az illetőt, tehát hogy nem az, hogy akkor így, akkor többet nem veszük, vagy nem ejtjük ki az ő nevét a slágerlistán belül. Nem mondok nevet, hogy ki volt az, de hogy azt... Majd Áron megteszi. Nem, csak magát a sztorit, hogy volt egy interjú, ahol elmondta, hogy én nagyon szeretem, hogy megcsinálnak. Hogy rendszeresen megcsinálnak. És nyilván ő egyébként a sminkre hajra értett, persze, amikor egy új karaktert kap mondjuk egy klipforgatáson, de hát rossz az, aki rosszra gondol, Áron egy más kérdést tett elé. Áron, ki a kedvenc énekes nő? Kérlek. Függetlenül az imént elhangzottaktól. Jaj, nem, hát figyelj, ez mindenki tényleg egyéni érzékenység, én senkit nem bántani akarok, de egyébként van egy olyan mondás, hogy aki nem tud saját magán nevetni, az a legnagyobb aljasságokra is képes. Tehát mi is ezt üzenem mindenkinek. De nem pont az volt a jó szerintem. Nem, azért te is visszamarsz. Hát azért te is tudod oltogatni. De. Aki hallgatta a listát, az tudja, hogy ez így volt. Jó, mikor indultok? Január 17-én. Az milyen nap? Segíts. Vasárnap. Vasárnap? És akkor mindig vasárnap. Mikor? Így igaz. Január 17-én vasárnap. Tessék figyelni, reggel 8-tól, és előbb-utóbb elindul a műsor. Egyébként így, tehát hallgassak folyamatosan a Sláger FM. Így van, ennyi. Ez a Sláger reggel. 3:45, 5 perccel Poldán Petrával. És Somogy Izolival. Jó reggelt kívánunk. Ligetvári Patrik kézilabdázónak jó párszor köszöntünk már meg csodás, sikeres pillanatokat itt a Sláger FM-en. Nos, a vele kapcsolatos legfrissebb hír azonban sajnos úgy szól, hogy minthogy koronavírus fertőzésen esett át, a legfrissebb vizsgálati eredmények alapján nem kapta meg a pályára való visszatéréshez szükséges orvosi engedélyt, úgyhogy nem tud készülni a válogatottal, illetve nem lehet tagja a világbajnokságra utazó csapatnak sem. Hoppá! Jó reggelt, Patrik! Szia! Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ahhoz képest milyen lendületben van, hál' így a hangja Istennek alapján. Igen, azért ez egy nagyon nehéz dolog lehet számodra, pláne úgy, hogyha jól tudjuk, akkor te úgy estél át a koronavírus fertőzésen, hogy igazából magadon nem éreztél semmit. Igen, abszolút, ez így volt, hogy tényleg az orromat nem fújtam ki, amikor ugye megtudtam, hogy koronás vagyok, otthon voltam karanténban, hogy letöltsem az időmet, és semmi tünetem nem volt, semmi erre utaló jel nem volt, hogy valami szövődmény kialakulhatott volna. És ugye Magyarországon van egy különböző protokoll, hogyha valaki COVID-fertőzésen esett át, akkor különböző vizsgálatokon kell részt vennie, mielőtt a pályára visszaengedik, ami szerintem abszolút jó is, hiszen... Várj, Patrik, a legfontosabb, mikor történt mindez? Tehát mondj nekünk légy dátumot, vagy hány nap telt el azóta? Hú, azóta már egy hónap eltelt, hiszen volt egy Bajnokok Ligája mérkőzésünk, és utána készültünk a következőre, pont utaztunk volna Barcelonába talán, és akkor jött az üzenet, ugye, mert minden Bajnokok Ligája mérkőzés előtt a kiutazás miatt van tesztünk, és az lett nekem pozitív. Ez egy darab teszt volt, vagy kettő? Az egy volt. Egy darabot az pozitív volt, és utána végig pozitívat produkáltam, és utána már negatívokat csak végig. És utána mi történt, vagy mi volt a szervezetedben, ami miatt mégiscsak úgy döntött az orvosi csapat, hogy te nem tudsz menni a világbajnokságra? Igazából a vérképem nem lett a legjobb, és ebből adódóan nem adhatják ilyenkor vissza a sportorvosi engedélyt, mert hogyha még 1% rizikófaktor is van benne, akkor se érdemes kockáztatni, hiszen az egészség a legfontosabb. Szóval én amúgy nagyon szomorú voltam, ugye, mert ki kellett hagynom a Bajnokok Ligája Final Four-t, akkor még a világbajnokságot is, ez úgymond a két legnagyobb világesemény. Szóval szomorú voltam ez miatt. Patrik, az ember ilyenkor, és hát főleg egy sportoló küzd. Te most ebbe belenyugodtál, vagy próbáltál, nem tudom, konzultálni orvossal, vagy bárkivel, hogy hogyan tovább, vagy most ilyenkor mi történhetett, vagy mi történhet még? Igazából minden lehetséges módszeren már túl vagyok, hiszen mindent megpróbáltam annak érdekében, ugye, hogyha már tudtam, hogy a Final Four-ról le kell maradjak, le kell mondjak, és nem tudok segíteni a csapatnak, akkor már a világbajnokságon hadd legyek ott, és ez volt úgymond az ilyen utolsó mencsváram, hogy meg ebbe bíztam, ugye. És ez esett nagyon rosszul, hogy még ezen sem vehetek részt. Szóval azt nem tudom képviselni a hazámat, nem tudom a válogatott csapattársaimnak segíteni, ez számomra nagyon, nagyon rosszul esett és mélyen érintett. De most igazából azon vagyok, hogy építsem magamat, és hogy hamar túllendüljek ezen, és remélem, hogy már a hetekben belül jó lesz a vérképem is, és visszakapom az orvosi engedélyemet. Hát figyelj, nem tudom, zöldség, gyümölcs, vitaminok, ilyesmi, és hát lelkileg vigyázz is építsd magad, nagyon, az a így van, fontos. Igen. Számítunk rád, ezért sok is hívkünk. Ez legyen egy kis lelki muníció. Nektek is ajánlom meg mindenkinek, hogy vigyázzon magára. Így van. Köszi. Szevasz, Patrik. Szia-szia. Szia-szia. Ez a Sláger reggel. 10 óra előtt 8 perccel Pordán Petrával és Somogyi Zoltánnal, és a vonalban Miklós, üdvözöljük. Halló, halló, szia Miklós.
Szia! Azért hívtalak, ugye mondtam neked az előbb, hogy van egy meglepetésünk a számodra. Mit szól, van ötleted, hogy mi lehet ez? Van tippem. Tipped van. Mit szólnál, azt mondanám, hogy egy különleges kávé válogatással kedveskedünk neked? Hát ennél jobb még sose volt. Nem, viszont csak tréfálok, mert valójában valaki olyannal kedveskedünk neked, aki imádja a kávét, méghozzá a te kávédat. Így van, itt van velünk Lívia. Szia Lívia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hát akkor avassuk be a kis férjedet, hogy miért hívtuk őt fel, mondd el neki kérlek, amit nekünk megírtál, nagyon szép üzenet egyébként. Hát, mint tudod, drágám, mindig a rádiót hallgatjuk itt a Tökivel, és ma téged jelöltünk a napemberének. De édes vagy, hogy így örülsz. Azért, hát ez a legkevesebb, hát most egy egész ország ünnepel. Látod? És azt írta a kis feleséget, hogy olyan édes vagy, hogy éjszaka felkelsz a gyerekhez, és még reggel ágyba is viszed neki a kávéját. Csak mondom. Hát, igazi mintaférj vagy. Várjál, kávét, vagy lattét, vagy kapucsinót, vagy latte con macchiato. Az éjszakától függ, hogy erősebb, lágyabb, fahéjabb, babosabb. Hát figyelj, van egy lista, hogy kész. Erősebbet, kedden már lehet a gyengébbet, tehát így van ez. Tehát van azért nekem egy kis itiner otthon, hogy mit szabad. Okay. Ja, édesek voltak. Na figyelj, ráadásul holnap itt a hétvégé, úgyhogy légy szíves, kényeztető kávé legyen az, jó? Nem, most neki jár a kényeztetés a hétvégén, mert a nagyon jó helyzet mindig. És a picitek mennyi idős, akihez mindig fel kell kelni éjszaka apának, és most halljuk is a hangját. Kettő gyermekünk van, és váltva kell kelni mindkettő. A mindenit. A nagylány 3 éves volt, a kisfiunk pedig most lesz 11 hónapos. Vigyázzatok egymásra, sok boldogságot továbbra is nektek, puszilunk titeket. Sziasztok! Ez az ágyba kávé, ez tetszik. Hétvégén én ezt szoktam kapni, képzeld el. Igen. Sláger reggel. Jó reggelt, 10 óra lesz már 3 percen belül. Megérkezett Garami Gábor, szavasz! Jó reggelt mindannyiótoknak, hello! Székelyhidi Ági volt a vendégünk, asztrológus, és nagyon izgalmas dolgokat mondott erre az évre. Nem tudom, hogy mennyire hallottad neked. Figyeltem, abszolút. Mi a csillagjegyet? Én mérleg vagyok, de Skorpió aszcendenssel, és azt mondják, hogy 50 felett már inkább az a domináns. Tényleg? Mert ez olyan rossz dolog. Észrevetted magadon? Kevesebbet alszom például, nem tudom, ezt a csillagok jósolták, hát de sokkal kevesebbet alszom. De mondjuk a skorpióknak én ezt nagyon szeretem, amit Ági is egyébként elmondott, hogy ők azonnal belelátnak az ember veséjébe, és látják, hogyha valaki hamis. Te ezt magadon tapasztalod? Csak egy mondat, ez tényleg így van, hogy nagyobb emberismeretem lett. De én azt gondolom, hogy a bölcsességgel is összeköthető, meg az életkorral, ez nem tudom, hogy a csillagjegyekhez köthető. Garami, a bölcs következik az előttünk álló 6 órában, úgyhogy szép délelőtöt kívánunk. Én pedig köszönöm neked az egész hetet. Ó, ne viccelj. Csak jó volt veled. Jól éreztem magam én is, úgyhogy köszönöm a lehetőséget. Örülök, hogy találkoztunk. Aztán most jön a hétvégét, tényleg szép hétvégét, pihentető hétvégét mindenkinek. Töltekezzünk még egy picit. És jövő héten én már rendesen a szokás szerint 10-kor várom majd önöket. És Viktorin Tomi pedig visszatér hozzám reggelre. Vigyázzanak magukra. Viszal!